Ebben a podcastban a krónikáimban található mondáinkkal fogunk foglalkozni. Két véglet van, amit én nem vagyok hajlandó elfogadni. Az egyik véglet a Hunzdorferi anti-magyar hozzáállás, hogy a mondáink azok mesébe illő, elemeket tartalmaznak, nem szabad komolyan venni őket. A másik véglet pedig, aki szó szerint elhiszi, ami egy, amit egy mondáma hal. Hát az első és legkorábbi mondánk a csodaszarvas monda lenne, amiről szól röviden, tömören az, hogy volt egy Nimrod nevezetű bibliaiban is szereplő óriás, aki Sinál földjén élt és Tehát Mezopotámiában. Neki volt két gyermeke, Hunon és Magur, vagy Magyar, akik vadászatra indultak, egy csodaszarvas bukkant fel előttük, őt követték, és meg sem álltak a Meotis mocsaraiig, onnan pedig elfoglalták Szkétiát, ahol lányrablást hajtottak végre, az alánok és Belár király lányai kárára vagy szerencsére, Tehát itt a, ebben a világban többféle motivum is előfordul. Az egyik és a legkorábbi időben visszanyúló az maga a vadászat lenne, hiszen valóban a mezolitikumban vagy átmeneti kőkorban a Ékorszakot követő enyhülés során, ugye ezek a nagyvadak, vadak, amikre vadástak, eleink, ezek egyre éjszakabbra húzódtak, hiszen ott volt továbbra is olyan élettér számukra, amelyhez alkalmazkodtak. Többek között ezért történt a mezolitikum során, a közép-európai térségből északra történő migráció, északra észak-keletre történő migráció, vagy a Pontusiszkepről északra észak-keletre, és Grover és Kranz nem véletlenül ezt összeköti a nyelvek terjedésével is, és az általam legműködő képesebb, legtöbb tudományának megfelelő nyelvi modell is valahogy így néz ki. Számomra már csak azért is, mert nekem is az anyai haplocsoportomnak ez a története, hogy egyre északabbra vándorol, de gyakorlatilag ez azt jelenteni, hogy a mint finnugor nyelvcsának mondanak, vagy uráli nyelvcsának mondanak, ott van egy ág, van egy őseurópai ág, ami ugye egy ős magyar is egyben, és a kettő keveréke pedig a finnugor nyelvek kialakulásához vezetett. Ez genetikailag is megfelel az n és az n 1 a haplocsoportnak történetével összevetve. Tehát ez a vadász motivum, ez a vad követ, új hazára találás, új élettérbe kerülés, ez egyértelműen legkorábban ebben az időszakban történt meg az emberiséggel. Ezért mondta az Grand Pierre Endre, -en hogy a Hunor és Magor történet az tízezer éves. Ez, ez, amit én elmondtam, az is egy tízezer éves. Sőt, ezer éves. Sztori minimum, alsó hangon, úgyhogy itt találunk egy érdekes, nagyon ősi motivumot. Aztán a motivumnak másik eleme a lányrablás, illetve az idegen népekkel való fúzió lenne. Tehát a királyi családoknál lehet ilyet tapasztalni, hogy dinasztikus kapcsolatok ápolása révén, ugye beházasodnak különböző hercegnők, különböző dinasztiákba, és <kül> ezzel ugye egyfajta szövetség köttetik a két királyság között. Vagy ez volt a Túsz csere, ugye Attila is Túszként Romában tartózkodik, és egyfajta hát szövetség biztosítékaként funkcionál. Régen elég volt mitől a nevét emlegetni, ben hiszen ott meg ő volt a tanú, ő volt a garancia arra, hogy nem szegi meg egyik fél sem a szövetséget. E, hát illetve hát itt ugye, az alánok, mint Skita nép, a magyar etnogenezisbe való beépítése, az például Michelangelo Nadeo, már nem él, e, ő írt egy könyvet, is. A Kárpát mellence tízezer éves őslakosai a magyarok szerinte, és ugye én ez történik kirajzás keletre majd, ugye ha a visszatérség, és ő az alánokkal sokat foglalkozott, mint magyar etnikumú, vagy magyar elődnéppel, pontosabban így. Az alánok Észak-Afrikába is eljutnak, Nyugat-Európába, tehát egy eléggé sok helyről összekanalazott DNS-sel térnek vissza. Az alánok leszármazottainak tartják magukat az oszétok, a kaukázusban élő nép. És ugye a jászokat is, vagy a jazikokat is az alánokkal szokás közös nevezőre hozni. Valaki szerint az alánok a szarmaták rokonai, valaki szerint nem csak a rokonai, hanem egyik törzse a roxolánok mellett, ezen lehet és kell is vitatkozni, különösebb értelme nincs. Kronikás hagyomány egyértelműen fogalmaz, hogy az alánok bizony-bizony a magyar bizony -bizony, egyik alkotó eleme lennének. Aztán ez a Belár király, ez valószínűleg a bolgárokat jelenti, hiszen velük is közös az őstörténelmük. A Hun birodalom nem szűnik meg Attila halálával, ez egy óriási nagy hazugság, hanem a Pontuszi Humbirodalomban folytatódik, írni kell. Van egyébként egy Csaba monda is. Na itt keverednek a dolgok megint csak, akkor kitérek erre, ha már érintettük. Tehát a történeti Csaba az egy létező személy volt, úgy hívták, hogy Kuber, de hívhatták Kabarnak is, vagy ö, Kabának, Csabának. Ez egy név különböző fonetikai litoloszításokban. És ő valóban létezett a 7. században, tehát a 600-as években, Krisztus után. Róla azt kell tudni, hogy avar felhatóság alá beérkezik a Kárpát-medencébe, de itt összekülönbözik a kagánnal, és a népét hátra hagyva, ja, kíséretével előbb Makedóniába a bizánci rokonokhoz, majd pedig len kis uh, Szkítiába távozik, ugye ez a Dobrudzsai terület, majd onnan ugye Szkítiába, ahol is, ugye Kabarok némi majd csatlakozik a népe Árpád népéhez. És ennek a Kabának Csabának volt egy Bád Bezmer nevezetű testvére, aki meg Kazár szövetségbe kerül, nem mondom azt, hogy felhatóság alá szövetségbe kerül, és őtőle meg ugye az Álmos Árpádi ház származik. Ez egy nagyon érdekes egyezés, őket egyébként bolgárként tartják számon, mert a Pontusi birodalomból, Pontusi Onogúr Bolgár Birodalom lesz majd. És akkor itt jelenik meg ez a szabil Kazár összetevő még, és akkor az úgy már a magyarság akkor de minden eleme megtartó lesz ebben az etnogenezésben, az emlőkben, mint a találok mellett. Ezekről a népekről Priskos Rétor is tudósít, Malalas, bizánci kút fő pedig Mógeriszről, és ogordászról. Tehát ugurd, vagy gordász, jogurok és magyarok. Az az ő leszállmazottai Pontuszi hun uralkodók voltak, ők viszont száz évvel, egy évszázad előbb értek Kabarnál, vagy Kubernél. Ők a hatodik században, tehát az ötszázas években éltek. Jó, tehát azt a hazugság, hogy Attila Biloda meg. És ezzel a történeti kabával, vagy csavával keveri össze a kronikás hagyomány írniket. Irnik története ugyanis nem ez, hanem az, amit Priszkosz fejegyez feljegyez, hogy Attila különösen kedvelte, ő rá tudott csak egyedül mosolyogni, többiekre mogorván nézett, mert tudta egy jóslat alapján, hogy benne él tovább majd a vérvonala és a birodalma. Tehát ez is jelzi, hogy nem ment gajra a hungbirodalom. Az a Görögországban meg Magyarokkal csatlakozott, az a Csaba történet, az meg Kabalkuber története. Na most visszatérve Nimrothoz és Mezopotámiához, mert erre is szokták mondani, hogy kiröhögik a hülyék, hogy ez, ez nem lehetett így. Na most ehhez képes Bölcs, akit búcsúnak csúfolnak, és Tarmagyar, akit tarmacsunak csúfolnak, vendégeskedett Bizáncban, Bíborban született Konstantinnál, aki feljegyezte azt, amit ők mondanak. Ők meglepve tapasztalták, hogy türköknek hívnak minket a görögök, és kijavították a császát, hogy non turco esset sabartu eszfali, a birodalom volt vagy leadministrando imperioval című művel maradt fenn. ez azt jelenti, hogy nem vagyunk türkök, hanem subartu, neve hangzik el, ugye szabártól, ez az aszfal, az meg az abal aszfalra, a kicsi ZAP folyóra utal. Szintén ott van Mezopotámia, mind a kettő, az egyik Észak-Mezopotámia, Észak-Kelet-Mezopotámia, és ugye a kicsi zapfolyó is megjelenik. Egyébként itt Árpa folyó van a környéken, Árpádváros, város, hegy, most itt tágabb értelme a közel-keleten, tehát Mezopotámia és határvidékei, Emese város, Hunora kertla, ugye tehát azt jelenti Hunorváros, Ügyekváros, Ünnekvárosnak írják, tehát ez, ezek, itt aki azt mondja, hogy ezek véletlenek, és itt szétszedi, az a nemzetellensége. Tehát itt nem, ez nem butaság már, hanem itt már nyomorforgató dolgok vannak. Tehát ez a terület, ez roppant mód fontos a magyar történet szempontjából, és ide megy vissza a magyar népemlékezet bölcsnél, és a krónikás anyománynál is, mert innen indít. Van itt is előzmény, meg magyar előd népek, meg akik a ja, csodaszarvas és ami történik, az a közép-kelet-európai népekkel történik amikor kialakulnak a finnugornak mondott népek. Azzal, hogy egy ős-európai ágészakra megy és viszi a nyelvet. Egyébként ezek a kelet-európai vadászgyűjtögető népek, ezek az úgynevezett zsinoldíszes kultúra, ami olyan Krisztus előtt 3000 kelekítve 2008 száz körül leledzett ott Észak-Kelet-Európában, az kap egy jamnaja európai beérkezést, és ezért szokták ezt indoeurópai mondani. Igen, ám, de ott a pre európai beérkezés előtt már laktak emberek, ezek a vadászó ezek viszont biztos, hogy nem indoeurópai nyelven beszéltek, mert nem beszélhettek, ha jamnaja hordozta. Hát a kurgános kuta, és a kettő elegye lesz az a népes, ami keletre megy, és ugye ezt mindig ezt indoeurópainak szokták nevezni, ez nem igaz. Mert ezekkel a szintasta, meg poltafka, potapovka, szrubnaja, Andronovó, aztán majd jönnek majd a különböző ilyen preszkíták. Hát ez, ez a magyarság etnogenezisének mérföldköve ezek a népek. És aztán, ha most megkérdezitek, hogy akkor hogy jön a mezopotámia, a mezopotámia kapcsolata, szintest a kultúrával, ami Krisztus 2000 környékén leledzett, az arra kereskedelem lévén tény. Egyébként a Kuralraxesz kultúrának pedig Baktriával van kapcsolata, ahol meg az Árpádi turulgént mutatták ki az EU 23 ma élő év észak A kárpát ferenci jelenlét, ha már ezt is megvizsgáljuk, itt az Árpádi gén fáján az meg 5900 éves. Kliosov szerint legalábbis. Anatoli Kliosov. 2019-es munkája. Nem köti ő hozzánk, de köszönjük szépen, hogy a kárpát perencébe rakja. Mert aztán utólag meg már a Nagy Péter féle kutatás, megállapította, hogy a, melyik lókuszon van az Árpádi vagy gén. Tehát a mondák közül vizsgáltuk a csodaszarvas mondát, részint az ősi idők vadászai, aztán ugye a keveredés más népekkel, illetve lányrablások, illetve területek vannak, Szkítia, Meotis vidék, Nimrod kapcsán ugye Mezopotámia megjelenik Perzsia, ami ugye, ugye, tulajdonképpen Koraszán a régió, tehát észak-kelet irány és e, területe, de egyébként a nyugati részét nézzük ott meg, ugye Lurisztán van ott, meg Ajem helynével találkozunk, ami a Tari jelenik meg. Tehát ez a régió, mind a nyugat irány, mind a kelet iráni régió is játszik a magyar östörténetben. Ezt mondják el a mondáink. E, a baktéria kultúra az Krisztus előtt 2000 300 körül leledzett. Ezt megelőzték a, a magas kultúrák, hát nagyjából ezzel egy idős a szubartui e, történet, ugye a kapcsolata szintos táva, picivel fiatalabb. Tehát itt ezekben a régiókban van egy ilyen szkeppei, és én úgy hívom déli áramlatbeli kapcsolat, ez a mezopotámia irán, közép déli része, és a szkeppe közötti kapcsolatok ezek. Marduk és Tiamat, ugye a mitológiából e, ábrázolva van Pazirikben, Preszkita, e, ilyen, ilyen nem ezen, nem ez maradványom. Jó, akkor ugye mezopotámia megint csak játszik, elmondtuk pöccset és tormást, hogy hova rakták a magyar őshazát. hazát. Most ez a nimrod meg magog, ez igazából e, részletkérdés, mert a például Józsefusz Flávius zsidó történetíró szerint, a magóg alapította a magógokat, kiket a görögök szkítáknak neveznek. Itt a magyar népnév erősen megjelent. mindig a szót ott kell nézni. Ez a magúr, ős magóg, ős magúr. És abból lesz majd ugye jóval később az a Mogheris név, amit ugye Malalas följegyez. Akkor ezt, támogatják, különböző egyfá, egyházfők is, vagy a magyaroknak ehhez van köze. A limoroddal kapcsolatban megjelenik, megjelenik ez, a kusita számítás, esetleg, a kus elnevezés, ez, a, ez, ez, mindenhol megjelenik. Tehát az örmények, ugye kusán birodalom, meg kusitáknak hívják a zárszakida, vagy úrság uralkodókat. Megjegyzik, hogy bár pártiából jöttek, ők fehér hunszármazásúak voltak, Józsefusz, Bizantinus és Hirtelen nem jut eszembe a neve, de fog jutni, akkor megmondom. Ja, Korinnai Mózes. Csak latinul akartam mondani a nevét. Uh, Jedzi fel ezeket az információkat. Tehát itt, itt igenis lehet a történelemmel igazolni. mond elemet, és azt is lehet nézni, hogy hol téved az azóta esetben. Mondta például ez a Csaba Legende, ez összefolyt itt két név. Vagy például ugye van, van a Turul, mondta. itt is sok félreértés van először is ügyek nem apja álmosnak, hanem az eredeti szöveg magyar nyelven az úgy szólhatott, hogy Árpos álmos előde, elődje volt ügyek. Tehát felmenője volt ügyek, és előd nevű személy nem is létezett. Ezért variálnak itt, hogy most az levéd lehetette, vagy nem, nem, nem volt ilyen nevű. Ez elődje volt, őse. Itt szólhatott a szöveg, mert ugyanis a Jack megvan az a hiányzó időszak, Attila és Árpád között, amire azt hazudják, hogy 300 évet elhazudott illig, ez hazugság, ez az illig féle Nem hiányzik 300 év, léteztek az avarok, ki lehet nyomozni őket is a régészetük alapján, hogy zsuan zsuanok, a hunok, hogy kapcsolódnak az ogurokhoz, szabirokhoz, kocsager, ugye kutrigurok, kutrigurok, ez, ez gyönyörűen megvan minden, hogy régészetek történetileg mindenhogyan. Az a kapcsolódás, de most a mondnákról van szó. És ez az emese, ez is egy ős anya név. Tehát biztos, hogy ügyeknek nem így hívták, meg álmos anyját így hívták, mert ez az emese, ez a zenék, ünő, ankisza, ez, ez egy ős anyai motívum, ami az anya hitával azonos a az lóiráni vagy ős turáni vallásban, ez egy anyaistenség. És az anyaistennő volt az, akinek a méhében lévő gyermeket, szent Szentlélek, ugye így mondanám keresztény nyelvem, közel van az ősmagyar vallásnak ahhoz a valláshoz, amit ugye Zaratusztra megreformál, és az az eszénus vallás, tehát a judaizmusra keverve, amit a Jézus ér, az út az őskeresztékség koptoknál nagyon sok eleme fennmaradt, a pilisbe talált pálos kövön koptmutimumok vannak, és nem űrhajó, meg nem pankrátorok dobálták. E, tehát ez is egy gyönyörűen utána járható történet, tehát Zemese az ősanya, teljesen magyar szó, valaki még az emlős szót is ideveszi, az ünnőt is ideveszi. És hát ugye az, hogy folyam támad, az pedig ugye a származásra utal. Ez egyébként megfigyeltő megint csak a másfajta krónikában is. A, a régi magyar énekekben, amit ugye a Cicero írtak bele, ilyen lapokra a rovással az is ugye kus árnak mondja, kus áradatát. Kus népét, ez lenne, amit kazárnak mondanak. Tehát ilyen. Ez egy másik elnevezése a szabiroknak, ez a kazása. És hát itt is ugye kus árkotás, meg kutatás, és akkor vizet vezet, stb. És ott is ez egy ilyen attribútum, hogy ez a leszármazásra utal. Tehát, hogy, hogy folyik el a folyó, a magzatvíz, ugye nőnek ki belőle, jönnek ki belőle a leszármazók, az uralkodók. Ezt mi most ilyen család illusztráljuk, abban az időben család folyó volt. Ezért mondjuk hogy ár az népet is jelent, az áradat szó magyar nyelv, ez megőrizte, ez innen ide vezet vissza. Tehát a folyó áradata az egy áradat, az a nép, a leszármazás nemzetség. Tehát ezt is megfejtette. Jó, tehát az MSM és sok, és Hát most tehát a turul ábrázolása, még azért visszatérünk, hogy a legrégebbi turul ábrázás valóban az urál környékéről való, az úgynevezett mezsovszka kultúrákból, viszont ez a Mezovszka kultúra, ez 80 valány százalékban ős andronovó, szintasta génekkel rendelkezett, a maradék pici pedig az, ami az ősszamújédek, meg az ősi botai lóra népességre utaló ilyenes mag lenne. Aztán itt is ugye Szaszanidának mondják, nagyon jól aláírta a kommentelő, hogy lehet ez pártus, persze. Szaszanid kultúra az arra települ rá. Mert a Perzsák és a szaszanidák között ugye pártusok voltak. Hát most Nagy szám, Sándor még ugye ő dönti meg a Perzsákat, de utána jönnek majd a Nagy Sándorék utána pártusok, és akkor utána visszajönnek a Perzsák, mint szaszanidák, de rá telepednek már akkor a pártus dolgokra. Jó, tehát Csaba mondát, Csodaszarvas mondát, Turul mondát, úgy gondolom, hogy ezzel ki is végeztük, tehát igenis van valóság alap, igenis igazolható történeti információkkal, és ettől függetlenül, ahol meg téved, ott is nagyon könnyű erre rájönni. Szerintem ez a téma még folytatódik, köszönöm a figyelmet, kommentelni pedig továbbra is értelmesen lehet, vagy feltételes módban fogalmazva, ha kijelentő módban fogalmaz valaki, akkor azonnal tegye meg a forrását is a bizonyítékát, a minősítgetésekre továbbra se vagyunk kíváncsiak, mert az élből tiltódik. Köszönöm a figyelmet.